Sziasztok! Ma az októberi kedvenceimet fogom nektek megmutatni. Elég régen volt ilyen videó, azt hiszem a nyár közepén csináltam egy ilyet az első fél éves kedvenceimmel, de most úgy gondoltam, hogy elég jó dolgok gyűltek össze így kedvencek szempontjából, úgyhogy ezeket szívesen megmutatom nektek. Intro! Pipa! Először is a White Line-nak a fogfehérítő matricáját szeretném nektek megmutatni, ugyanis ez a cucc valami eszméletlenül jó. Ez konkrétan egy tíznapos, ez egy tíznapos kezelés, és azt írja, hogy öt nap után már látható változás és eredmény fog bekövetkezni. Először így nem nagyon hittem neki, aztán elkezdtem kipróbálni, és azt a szó, ez tényleg nagyon jó, és nagyon szeretem. Egyszerű használni, nem kell így telenyomni a zselével a szátokat, csak egyszerűen föl lehet itt tapasztani az egész fogatokra, vagy hát így a fogsoratokra, fölülre és alulra is, és nyugodtan lehet közben beszélni. Egy kicsi ilyen uh, fura hangotok lesz, de sziasztok ebben a mai videóban bőven lehet vele beszélni, meg minden, úgyhogy ezt én imádtam. Egy korábbi hajápolós videómban említettem, hogy nem szeretnék semmilyen hőt használni a hajamra, ez többé-kevésbé sikerült is, ugyanis a hajsütővasakat teljesen kilőttem, de a hajszárítót muszáj benne hagyni a hajam életében, ugyanis kint hűvös az idő, és nem szabad vizes vagy nedves fejbőrrel lefeküdni. Hogy a hajszárító ne roncsolja annyira a hajamat, ezért a legalacsonyabb fokozaton szoktam szárítani, de akkor is teszek rá hővédőt, ez a Palmichel Soft Style hővédője, 250 ml, és én a mybeautytools.hu-ról rendeltem. Egy csomót kipróbáltam már a DMS márkák közül, ezt drogériákban nem lehet kapni, de abszolút megéri az árát, elég drága, de, de eddig ez a legjobb, amit én próbáltam hővédők közül. Az előző hővédővel együtt láthattátok ezt a milkshake argánolajat egy videómban, ezt azóta is használom és imádom, minden hajmosás után szoktam a hajamra tenni belőle, és csak ennyi fogyott el belőle azóta a videó óta. Eszméletlen az illata, és rendkívül jól táplálja a hajamat, nagyon puhává teszi, és fényes lett tőle, csillag, úgyhogy nagyon szuper. Aztán így a hajas kategóriákból kitérve, Két ilyen testápolási termékem van, az egyik az Aldo a testápolója, ebből megvolt nekem a tusfürdő is, az azonban nagyon hamar elfogyott, de a testápolóban még egy picike van. Ezt a DM-ben vettem azt hiszem, vagy a Rossmanban, lehet mind a két helyen lehet kapni, de hogyha itt megnézitek, akkor biztosan rátaláltok. Ez eszméletlen! Nagyon imádtam. Először, amikor megláttam, így néztem, hogy úgy, uh, de jól néz ki, és megszagoltam, és úgy döntöttem, hogy ez nekem kell. Nagyon hamar elhasználtam, és a tusfürdőnek az illata az nem marad meg túl sokáig, viszont a testápolóje az viszont nagyon hosszan tart és, és nagyon finom illatú. Szintén egy DM-es termék, ez viszont a DM saját márkája, a Balea, és pedig egy készprém, ezt még tavaly vettem, de most ősszel megint elkezdtem használni. A Nivea megunta a bőröm és nem csinált vele nagyon semmit, ez pedig uh, újra elkezdte hidratálni, ezt mellett az illata nagyon gyorsan beszívódik, amin itt csodálkoztam is, hogy ennyire jól hidratál, és és ennyire jól gyorsan beszívódik. Szóval ez a kettő általában így nem szokott együttműködni, mert ami jól hidratál, az sokáig szívódik be, ami meg gyorsan, az meg nem szokott annyira hidratálni, de ez nagyon-nagyon-nagyon király, papaja, igen, papaja és író illatosítású, és elég király. Így a sminkékhez kicsit áttérve, kipróbáltam a rillásnak a szempilla erősítő és hosszabbító szérumát, ami 3 ml, Először ebben sem hittem túlzottan, hogy ó, ez majd meg fogja váltani a szempilláim életét, nem hittem nagyon benne, de, de tényleg, szóval látványosan hosszabb és dúsabb pilláim lettek tőle, amit így sosem gondoltam volna. Új szálak is kinőttek, és sokkal dúsabb és hosszabb, és teljesen oda vagyok érte. Majd csinálok róla egy blogposztot, ha szeretnétek, és akkor csinálok ilyen utána fotókat is, mert előtte az készült, és az utánát majd most lefotózom valamikor. És ez brutális. Csak 3 ml ugyan, de nagyon sokáig elég. Minden este annyit kell csinálnatok, hogy mintha egy tusvonalat csinálnátok, húztok egy vonalat, és így alszotok. Ezt minden este megcsináljátok, és tényleg látványos eredményt tudtok vele elérni. Én is, mint a legtöbb beauty videós lány, ilyen nagy ajak balzsam fan vagyok, és a sima labellom az elfogyott, és olyat nem találtam sehol. Hát igen, glamour napokon kerestem, és nem volt sehol ilyen sima kék klasszik labelló, de a soft rozét megtaláltam. Először a kinézete tetszett meg, ugyanis nem lehetett kinyitni, ilyen kis dobozkába benne volt, és nem lehetett megszagolni, megnézni, semmit nem lehetett vele csinálni, de nagyon tetszett meg a neve is, hogy Soft Rosé, és gondoltam, hogy akkor nem túl erős a színe, és tényleg nem egy nagyon, nagyon soft, nagyon ilyen finom, puha árnyalat, az illata is fenséges, és tényleg tök jó hidratál. Nem sminkeltem túl sokat ebben a hónapban, de amikor igen, és a szemhéjemnek is akartam valami szintetni, akkor ezt a két szemhéjfestéket használjuk. Használtam. Az egyik a Maybelline-nek a Color Tattoo, egy ilyen rózsaszínes árnyalat, Pink Gold 65-ös színben. Ez is eléggé krémes, mivel egy krémes állagú szemhéjfestékről van szó. És tök sokáig fennmarad, meg kell várni egy kicsit, amíg így megszárad, úgymond, és akkor tök sokáig fennmarad. A másik pedig egy kicsit drágább árkategóriájú, a Mac-nek a Chilled on Ice nevű pénypotja. Először nem ezt akartam megvenni, ezt már három éve vettem, de még mindig alig fogyott belőle, szóval ez életem végig valószínűleg elég lesz. És nem ezt akartam eredetileg, de örülök, hogy ezt sikerült megvennem, mert annyira jól kihasználható egy natur, csillámos, szuper csillámos szín, térre is, nyára is, bármikor tök jól fel lehet vele dobni a sminket. Nem tudom, hogy én vagyok -e ennyire lemaradva, de én Arról tudtam, hogy az összes szempilla spirál büdös, de mint az állat. <laughs> és amikor megtaláltam a Rimmelnek ezt a Wake Me Up szempilla és megszagoltam, és éreztem, hogy tök jó az illata, akkor nem hittem el. És ezért is szereztem be, mert nem tudtam elhinni, hogy, hogy egy szempilla spirálnak lehet jó illata. És tényleg tök szuper. A keféje az elég... Egyszerű ilyen homokóra, alakú, igen, homokóra alakú, és ez is elképesztő, mit művel a pillákkal, nagyon szépen szétválasztja őket, hosszú lesz, és teljesen ámulok és bámulok a rimmel előtt, nem volt eddig talán semmilyen rimmel termékem, nem vagyok értük annyira oda, de most egyértelműen megváltozott a véleményem. És a legutolsó kedvencem az októberben az a nem sminkelés. Illetve hát ez nem csak októberbe, körülbelül június, június környékén kezdtük el Laurával, hogy Jézusom, én lusta vagyok sminkelni. És június óta, így most van október, azóta alig sminkelek, így videókra szoktam magam kisminkelni, és ennyi. És annyira jó érzés, hogy reggelente nem kell ezt csinálni, tök jó. Úgyhogy ezt hiszem, ez lenne az utolsó. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, amúgy egyébként Jézusom, 56 ezeren vagyunk? Mi? Szóval ez annyira durva. Most lett meg az 50 ezer feliratkozó, és már 56 ezeren vagyunk, és Jézusom, eszméletlenek vagytok. Szóval igen, befejeztem már, és ha van kedvetek, írjatok kommentet, látogassatok el, látogassatok el az Instagramra, a Facebookra, és a blogra talán. Úgyhogy igen, ennyi lettem volna, és sziasztok!